Jó estét kívánok, ez itt a politikai hobbista Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és ki mással, mint a perdülő, porduló, fördülő Szamosi Bravo. Timivel. Bravo. Igen, igen, sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Nem. Tudjuk nagyon jól. Annyit pöröksz, hogy már a nézők el fognak szédülni. Hát azt szerintem Timitől már rég elszédültek a nézők, az már nagyon rég elmúlt. Na, fogom a fociról is beszélni, Timi nagy örömére, mert hogy azért nagyon az európai bajnoki selejtezőkön produkált repülő rajta a bolgárok elleni 3-0-as masszív győzelem. Lázában égünk mindannyian, meg a fél ország is velünk együtt ég. Úgyhogy lesz még foci. És azt azért tudjuk, hogy melyik fele nem. Milyen fele? Miről beszélsz? Jogos. Egy harmada se. Jó, ne szaladjunk annyira előre. A fél idő, mármint a mi műsorunk első fél idejének a vége felé beszélünk is róla. De először is. A magyar parlament ratifikálta Finnország NATO tagságát. Nagyon örülünk, gratulálunk a távoli unokatestvéreknek. Meg a finneknek is. Már amennyiben hiszünk a finnugor elméletben. De nagy kérdés, hogy a NATO-ban a finnekkel nem csak egyel többen leszünk-e. Ugyanis nehezen tudja az ember épp ésszel felfogni azt, amit a minap hallottunk Finnországból. A Helsinki Egyetem hittudományi kara 2023. június 9-én tiszteletbeli doktori címet fog adományozni Greta Thunbergnek, a világszerte ismert klímaaktivista lánynak, aki ugyan az általános iskolából is kimaradt, de végül, ha minden igaz, sikerült elvégeznie. Így most már nem is lehet semmilyen akadály a díszdoktorrá avatása előtt. De komolyan, ez tényleg komoly. Tényleg díszdoktorrá fogják avatni. És a haladó sajtó rögtön spontán üdvrivalgásban tört ki, hiszen hát kinél is lehetne jobb helyen a teológia doktori címe, nem? Mint annál a Greta Thunbergnél, aki elhozta az utolsó ítélet dátumát nekünk. Mert elmondta, pontosabban a 2018-as Twitter bejegyzésében kinyilatkozta a világnak, hogy 2023-ban kihal az emberiség. Miután nem figyeltünk oda az ő tanácsaira, és nem hagytunk fel a fosszilis energiahordozók tüzelését. Nagyon rosszul tudod, tehát egyrészt ez a múlt már megváltozott, másrészt van még pár hónap hátra az évből, tehát akár így meglepetésszerűen ki is halhatunk. Hát nem meglepetésszerűen, mert az oroszok meg az amerikaiak azért dolgoznak ezen a háttérben, de ugye a fosszilis energiák tüzeléséhez ennek annyi köze van, hogy most már Amerikából tüzelik a fosszilis energiát, amit eddig Oroszország szállított Európának. Ja igen, mert hogy a gáz most már Amerikából jön, tehát most már megváltozott duplán is a mód, mert most már az jó gáz, tehát az már lehet. Ez morális tenni. Gáz is. Morális, az már nem teszi tönkre a bolygót. Meg hát az is mondja a Greta, meg ráadásul ő úgy emlékezett, most már ő úgy emlékszik, hogy ő nem azt írta, hogy 2023-ra kihal az emberiség. Nem, 2023-ig meg kell változni, mert különben elkezdődik a kihalásunk. Tehát 5 évet kaptunk tőle, hogy megjavuljunk. Aha. De akkor miért kellett levenni ezt a vonatkozó posztot? Hát azért, hogy az új múlt érvénybe lépését ne zavarják a régi elhasznált múltak. Hát ez logikus. De ez nem a te szakmád, ez mi értünk a kurccal. Jó, szóval az a lényeg, hogy a Greta meghirdette az utolsó ítéletet, és ezért doktori címmel jutalmazzák Finnországban. Eológiából. Számomra ez egy egyértelmű. De nem, akkor ez az a híres finn oktatásnak a része, amit Fegyőr is be akar hozzánk vezetni. Így van. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a jobb oldal egyszerre röhögött és mérgelődött. Ugye Bayer Zsolt barátunk is például kifogásolta, hogy hát a szegény lánynak nem csak esze, hanem még érettségie sincs, hogy elég fura rögtön doktorrá avatni. Miért? Ellen a Csaucsnak nem volt? Igazad van, de hogy a Zsocának azért most ebben nincsen igaza, mert az a helyzet, hogy ez az elismerés régóta jár Greta Thunbergnek, mert hogy a klíma közvetlenül szólt Greta Thunberghez egy ilyen égő széndioxid bokor formájában. Hát ezen így viccelődhetünk, de ez nem kitaláció, tehát ez konkrétan Greta Thunberg elmondta egy interjú során, hogy ő látja a saját szemével a széndioxidot a levegőben. Tehát várjátok, akkor Greta az új Mózes? Mert hogy ugye az Ószövetségben volt egy ilyen történet, hogy a Jóisten egy égő csipkebokor jelképében szólt Mózeshez. De akkor ezek majd lopkodják a történelmünket is, a bibliai történeteinket? Hát nem, hanem folyamatosan. Az egész megváltást onnan bugázták. Ugyanis az a szöveg, hogy a klíma üzenetét Greta próféta tolmácsolja az emberiségnek, és aki akarja, kívánja a megváltást, azt általa bejuthat a boldog jeges medvék és a megfelelő hőmérsékletű óceánok országába. Szóval a Greta tulajdonképpen tekinthető egy vallás alapítónak.
Igen, hát a keresztem még nem volt, de már száraz lábbal át kellett New Yorkba, nem tudom. A száraz lábbal kellett át New Yorkba. Kurc, a száraz láb odafelé egy jakt, visszafelé meg egy rep. Hát így én száraz, is. Jó, figyelj, minden csodát meg lehet magyarázni, valaki ateista. Ne figyeljetek oda az Ádámra. Viccen kívül azért tulajdonképpen szomorú, hogy sokan nem hallották meg ezt az üzenetet, és azóta is az aranykarbont imádják, bálványozzák, ahhoz imádkoznak. Na ezért is törölte Greta Thunberg a Twitter bejegyzését. Mert ez olyan, mint mondjuk a Mózes, amikor ugye lehozta a 10 parancsolatot a hegyről, és látta, hogy a zsidók nem viselkednek, ahogy kellene, akkor dühében összetörte a két kőtáblát. És amikor a Greta látta, hogy az emberek égetik továbbra is a szénhidrogéneket, hogy a látását eltakaró széndioxid molekulákat lökjenek az égbe, akkor fogta Greta és dühében ketté törte, törölte a tweetjét. És akkor ne beszéljünk az olyan bálványiváló metánzenekarokról, akik ugye fordított oxigén molekulát hordanak a nyakukban. De ha már csodáknál tartunk, tehát Greta a kenyérszaporítás helyett csak hülye szaporítást végzett. Tehát a világon most rengeteg ilyen klímaszorongó fiatal fiú, lány és több nemű ilyen semleges nemű földön kívül él, akik konkrétan azon hisztériáznak, hogy a szüleik miatt ki fognak halni, mert a szüleik tönkretették a bolygót. Azok a szülők, azok azt gondoljunk bele csak itt magyarok, akik még a nylon szatyrot is kimosták. Szerintem Grétának igaza van, tehát ez nem tesz Szodoma és Gomorra, ott is egy bekapcsolva felejtett sütővel kezdődött az egész. Mi lett a vége? Ja, amúgy a svéd egyház... Nem jó szigetelt házakkal, vagy mivel folytatódott? Hát meg úgy tudom, hogy ott saját autóval mászkálnak az emberek. Hát svéd egyház kimondta, hogy Gréta lehet, hogy Jézus leszármazottja, csak mondom. Nem. A svéd evangélikus egyház. Igen. Ahol konkrét, hivatalos kutatások mutatják ki egyébként, hogy a svéd evangélikus egyház lelki pásztorainak több mint fele nem hisz Istenben. Nem hisz a keresztény Istenben. Ja, a Gréta Istenben, igen, az más. Legyünk pontosak. Igen. Egyébként tényleg, és nem csak, hogy autóval közlekednek visszatérve, robbanó motorosra, és még húst is fogyasztottak. Jó, ez nem szép. Jó, egyébként ez egészen röhöghetünk még órákig, de tényleg ez egy szomorú jele a nyugati világ elhűlésének. Ez az egész eset. A belterjes nézők fogják érteni. Követtessék, követ vegyenek! Szerintem még a kevésbé belterjesek is értik, mert a Monty Pythont majdnem mindenki látta. Szóval azért mutatja ez a nyugati világ elhűlését, mert a díszdoktori címet az néha politikai okokból, de a legtöbbször tényleg valami nagy teljesítmény elismeréseként volt szokás eddig legalábbis adományozni. És a Greta Thunbergnek mi is a teljesítménye? Azon kívül, hogy egy ideig, óráig érdekes, de aztán unalmas és fárasztó tini hisztériát keltett a világ gazdagabb felének az elkényeztetett kölykei között? Jó, a téma, a terület a stimmel, mert a klíma valláshoz, ahhoz tényleg teológiai doktori címdukál. Jaj, eszi, hogy a Ceausescu cipész inasként lehetett a Kárpátok géniusza, a felesége pedig négy elemivel miniszterelnök helyettes, akkor Gréta is kaphat valami címet. Ez ugyanaz. Igen, igazad, egyébként Ádám is az előbb szóba hozta Ceausescut, uh-huh. Meg az Ádám beszélt a szülők bűneiről is, akik ugye tönkretették a klímát a gyerekeknek. Az a helyzet, hogy ez az egész, hogy a felelősséget a szülőkre tolni és a gyerekeket behűíteni a saját szüleik ellen, ez egy borzasztóan aljas és tudatos propaganda, narratív a globalisták felől, ugyanis mivel lehet egy társadalmat teljesen szétzilálni azzal, hogyha a gyerekekben, egy-egy generációban az előző generációk iránti tekintélyt szétrombolják, mert az ember ösztönösen keres valamilyen tekintélyt az életében, amihez igazodik, hogyha lerombolják a szokásos tekintélyeket, a nemzetet, az egyházat, de még inkább a családot és a szülői tekintélyt, akkor a gyerekek el fognak kezdeni más tekintélyek után nézni, voilà, nagyon könnyen lehet irányítani őket a médián, meg a hollywoodi celebeken, meg az egész agymosáson keresztül. Mondod pontosan ezt történt. Már bocsánat, tehát legközelebb összeveszel a kukáddal, oda fogod ragasztani magadat a kerítéssel, Somlóhegyen. Már most látom. Jó, a világ egy bonyolult hely. Na, amúgy egy mondatnyi németezés, Németországban konkrétan olyan karácsonyi dalt énekeltek, ahol arról volt szó, hogy a nagymama egy környezetszennyező vén diszt. Abszolút, melyik igen. Évben, mikor, az mikor, meg minden évben. De ha már szülők, évben. Meg nagyszülők, meg gyerekek, jutott a hét elejére egy borzasztóan szomorú hír, és ez nagyon komoly. Újabb iskolai lövöldözés történt az Egyesült Államokban, ezúttal Nashville-ben.
És ugye a szokásos baloldali narratíva ilyenkor Amerikában a fegyverhasználat korlátozása, ami egy nagyon összetett téma, már erről beszéltünk korábbi adásainkban, hogy ennek történelmi hagyományai vannak, mert egyrészt az angolszász jogrendben a magántulajdont, azt legalább, az pont hasonlóan erős jogszabályok védik, mint az életet. Tehát az egész angolszász, mert nem csak az amerikai, a jogrend és a társadalmi berendezkedés is a magántulajdon szentségére és sérthetetlenségére épül, amit az ember megvédhet akár fegyverre is. Ez az egyik oka. A másik nagyon fontos oka, amit az alapító atyák elég jól láttak előre, hogy volt is hova nézniük, hogy ezt lássák, ugyanis az állami zsarnoksággal szemben az egyetlen eszköz az állampolgár számára, hogyha fel van fegyverezve. Ha nincs, akkor az állam kényére, kedvére bármit tehet az állami hivatalos erőszakszervezeteken keresztül. És azt gondoljuk, hogy hát ez egy abszurdum, mert hogy az állam, meg a rendőrség, a katonaság az értünk van. Egy ideális, vagy legalábbis egy jól működő társadalomban igen, de a saját életünkből tudunk olyat, amikor ez nem így történt, amikor nem az állampolgárokért volt az államhatalom, meg az erőszakszervezet, hanem ellenük. És az Egyesült Államok alapításakor ugye még a brit hadseregtől kellett félniük, a polgárháborús időkben pláne, tehát azért hozták ezt a rendeletet, vagy ezt a nem rendelet, mert ez inkább egy lehetőség a szabad fegyverhasználat, hogyha az angol katonaság majd az amerikai telepeseket vegzálni akarja, akkor legyen náluk egy-két nagy puska, paf-paf, le tudják lőni őket, és meg tudják védeni magukat. Így alakult ki ez az egész szabad fegyverhasználat. Na, a baloldal ennek az eltörlését követeli. Miért? Amiért az előbb a családi tekintélyről is beszéltük, mert irányítani akarja az embereket, és nem akarja, hogy ellenálljanak nekik. És ezért használják ürügynek ezt a tragédiát a saját politikai céljaikra. És 0-24-ben habosítják a sztorit. De! És itt a lényeg, most a torkukon akadt, és nem először. Mert nem ez az első lövöldözős sztori, amelyik hirtelen el fog tűnni a címlapokról. A korábbiak eltűntek, amikor kiderült, hogy az elkövető kicsoda, micsoda. Mert hogy milyennek kell lenni az ideális elkövetőnek? Fehérnek, kereszténynek, ez nagyon fontos ez a kettő. De hogyha még középosztály belül és fiú is, na akkor az tökéletes kombó. És hetero, pont ez, na, tökéletes. Ha így van, akkor mehet a hergelés, ami a csövön kifér. Aha, csak hogy. Az utóbbi 4 iskolai lövöldözés Colorado Springsben, az volt később, hogy volt a sorrend? Aberdeenben, Marylandben, aztán ugye Denverben, Colorado Springsben és most Nashville-ben. Mindegyik elkövető transznemű, illetve a Colorado Springs-i nem bináris volt. Most nem arról van szó, hogy a tranyók, mielőtt bárki félre magyarázná, Telex 444 és társaik, hogy a tranyók mind gyilkosok, hanem hogy ezeknek az embereknek mentális problémáik vannak, amire nem megoldás az, hogy hormonkezeltetik vagy átoperáltatják magukat. Mert az öngyilkossági vagy gyilkossági hajlamaik azok megmaradnak. Kivételesen a Dezsének támadt a legértelmesebb gondolat az ügyről, tehát ő azzal magyarázta ezeket a transzik által elkövetett tömeggyilkosságokat, hogy folyamatosan kapják a biztatást, hogy te így vagy tökéletes, te így vagy szép, nagyon jó, amit csinálsz, csak hát a világ az egy szemét rohadék transzfób világ, és állj rajtuk bosszút, hogyha nem szeretnek téged eléggé. Igen, pedig igazából csak annyit kell elmondani, hogy kap be egy Snickers-t és legyél önmagad. De amúgy, ami még ettől sokkal fontosabb az, hogy ilyenkor sosem fontos az elkövető kiléte, meg az elkövető sem. Nem az, hogy ilyenkor... De a fehér hetero keresztény, akkor igen. Akkor címlap sztori. Tehát itt ez a legnagyobb igen, mert ugye most azt mondják a transzvesztitáknak, hogy ha nem vagy önmagad, akkor tömd tele magad hormonokkal, meg fájdalomcsillapítókkal, és akkor meg ilyen könnyedebb, meg erősebb kábítószerekkel, vegyél be egy halom kemikáliát a depressziódra, meg a skizofréniádra, mert az agyad, úgyhogy a tested ugye már nem ér egyet, és akkor ezeket megteszed, akkor minden rendben lesz is. Mert ilyen állapotban vagy, utána pedig mit csinál? Fegyverkezz fel a sok transzfób ördög ellen. És ez nem poén, mert van egy képünk arról is, amit már egy ideje tolnak, ez a transzjogok, vagy ha nem, akkor, és ilyen, ugye ilyen fegyverek vannak, látjuk a képen is, és ilyen pólókat is szakmányban gyártanak már ebből, és lehet venni. Tehát ez a legújabb trend, hogyha a transzjogokat nem tartják tiszteletben, akkor bizony, és akkor gondoljon bárki, amit akar a fegyverekről, hát nyilván azt gondolja, ami most is történt Nashville-ben. Tehát, hogy ezek békésen küzdenének a jogaikért, ezt már a legkevésbé sem lehet elmondani. És ugye van ez a Nashville-i elkövető, megmutatjuk őt is, meg tudjuk mutatni, ő az, pontosabban ő volt, mert a rendőrök azóta lelőtték. De mutatok róla még valamit, erről a bizonyos Audrey Hale-ről, aki elkövette. Amerikában ugye nyilvános az elkövetők neve.
Van egy régi kép is róla, ezt is meg tudjuk mutatni, pontosabban kettő kép egymás mellett, hogy mi volt és mi lett belőle. Tehát látjuk, egy tök normális, helyes csaj volt, és nézzük meg, hogy mi lett belőle. Tehát semmi oka nem volt rá, mert tényleg ő egy helyes és szép lány volt, nem az agnóm, aki... Az van, hogy a woke vírus az elpusztítja az agyat, a testet és a lelket. Szörnyetegeket csinál a fiatalokból. És a lövöldözésnek volt 6 áldozata. 3 felnőtt és 3 10 év alatti gyerek. Köztük ez a 9 éves kislány, Hayley Scruggs, akinek az édesapja, a képen látható, ő lelkész. Ő volt a legfiatalabb, azt hiszem 3 gyerekük van, a legfiatalabb és az egyetlen lánya. És ezért célozta kifejezetten őt az elkövető, illetve ezért támadta meg ezt az iskolát, amely egy kifejezetten keresztény, egyházi általános iskola. És az FBI a lövöldözést követő házkutatás során talált további fegyvereket, meg részletes szöveggel és ábrákkal ellátott terveket 2 másik támadásra, illetve egy keresztény ellenes gyűlölettel teli kiáltványt, amit a csaj, most már nem csaj, nem tudom, hogy kell mondani, ő fogalmazott meg. És az Instagram oldalán egy ismerősének megírta, hogy valami rossz dolog fog történni. Tehát keresztény ellenes gyűlölet bűncselekmény. Leírta ezt valahol? A nyugati média? Mert ha iszlám, zsidó, fekete vagy meleg, ilyesmi ellenes egy bűncselekmény, harsognak tőle a hírek. Ugye ilyenkor New York városa a feketékkel, a muszlimokkal, az ukránokkal, a melegekkel szemben mindig nagyon szolidáris, és az aktuális színekkel vagy szimbólumokkal kivilágítja az Empire State Building tetejét. És ahogy láthatjuk, most is kivilágították a keresztényekkel való együttérzés jegyében a jobb alsó sarokban. Ja nem! Nem világították ki! Na de oké, legalább azok a cégek, amelyek a Pride hónap kapcsán mindig totál szivárványba borítják a logóikat az üldözött LMBTQ közösséggel szembeni szolidaritás jegyében, na legalább ezek a cégek tisztességesen, egyetértően, együttérzően nyilatkoztak a meggyilkolt keresztény gyerekekről, meg a tanárokról. Ja nem, ők sem! Egy hang nem jött ki egyik cégvezető száján sem. Totál tücsökciripelés, síri csend. A média meg már hangolja is át a közvéleményt. A balos beszélőfejek teátrálisan fel vannak háborodva, hogy a rendőrség elárulta, hogy az elkövető transznemű, meg hogy az FBI nyilvánosságra készül hozni azt a bizonyos kiáltványt. És hát, hogy a jobb oldal szolidaritást meg együttérzést várna el, és követeli, hogy igenis nevezzék keresztényekkel szembeni gyűlöletbűncselekménynek. Mert ezt az ateista, sátánista libernyákok, ezt aztán végképp kikérik maguknak. Aztán kit érdekel, hogy ők mit kérnek ki maguknak? Igen, nevezzük nevén a dolgokat, mert ugye azt látjuk, hogy lopkodják amúgy is a szimbólumaikat. Ugye a szivárvány is, mert hogy ők szivárványosnak apostrofálják magukat, hát a nagybüdös fenéket. A szivárvány az az Isten és az ember közötti szövetséget jelenti. Az ő kis szivárványos zászlajuk hadcsíkos. Melyik szín hiányzik belőle? Az égszíne. Az égszíne, pont ez a kék, így van. Tehát de, hogy ne ezzel a borzasztó esettel fejezzük be a mai műsort, és ahogy az elején ígértük, legyen a végén egy kis foci, és gondolom követtétek a múlt heti meccseket ti is, meg a nézők is, Ádámon kívül persze, nyilván. Megnéztem a gólokat. Rátérhetnénk az eredményekre, meg hogy kinek mi a véleménye a mutatott játékról, de itt volt ez a bizonyos, amivel kezdtük mi is a műsort, a kőpapíróló gét, ez a balhé. Ugye a csütörtöki magyar részt barátságosan ugyanis kaptunk egy büntetőt, és Szoboszlai meg Sallai kőpapírollóval döntötték el, hogy kirúgja végül is. És hát a végén ugye Sallai nyert, de a büntetőt elég gyengén a kapusba rúgta. Így is nyertünk 1-0, de az esetből elég komoly felhördülés lett. Elsősorban azt számon kérve a játékosokon, hogy hát ez nem fér bele egy válogatott. Itt azért a legfontosabb az volt, hogy kihagyta. Tehát nyilván, hogyha berúgja, akkor senkinek nem jut eszébe számon kérni rajtuk. Abszolút, de aztán, soha nem is volt tehetséges. De aztán hétfőn nagyon berúgta, olyannyira, hogy olyan meccsen vertük tükörsimán a 20-30 éve még verhetetlennek tűnő bolgárokat, ahogy mondjuk korábban minket vertek a nagy csapatok. Hamar eldöntve, és aztán a végét meg ellazázva utána kétségtelenül. És hát hétfőn is volt egy kőpapírolló, el ne felejtsük, igaz, az már a gól után történt. És akkor... Most akkor hogy van ez, hogy most lazázhatnak a magyar játékosok meccs közben? Vagy miért lazáznak? Hát szerintem azért, mert hogy óriási nyomás van rajtuk. Ugye gondoljatok bele, hogy meg kell felelni a csapattársaknak, a szurkolóknak, a szponzoroknak, és amikor nyomás alatt vagyunk, ugye akkor kevésbé teljesítünk jól. És itt jön be a képbe Marco Rossi, aki viszont egy olasz temperamentummal jön, tehát tök jól laza, és összehozta ezt a kettőt.
Na jó, de azért csak nem ő mondta nekik, hogy kőpapírollózzanak 11-es előtt. Nem, de kell a viccehez, hogy egy kicsit lazábban. A magyar foci az mindig is ilyen volt. Akkor rossz a magyar foci, amikor nem így viselkednek a játékosok. De amikor német focit próbál játszani. Nekem vannak csapat? Otthon nagy vastag sportkönyveim, olyan labdarúgókról, akiknél már szerintem felvétel sincs. Rengeteg minden le van írva róluk, hogy miért voltak ilyen rohadt jók. Egy tulajdonságukat nem említették soha, azt, hogy fegyelmezettek voltak. Tehát beszóltak fűnek, fának, a klubelnöknek, azért diktátornak, mindenkinek. Farkas Mihálynak így. Tehát ez a, hogy mondjam, ez olyan dolog, mint hogyha... Igen? Azért a régi foci idők fociát nem lehet teljesen... De. Pontosan ugyanúgy fociznak a brazilok 100 éve, mint ahogy 100 éve. Oké, de fegyelmezett, a pályán nagyon fegyelmezett. A brazilok? Hát annyira nem. A sportolónak fegyelmezetnek, a sport alapból a fegyelem nélkül szól. Nincs teljesítmény. Persze, tehát ott meg... Nem... Hát valamennyire, az, hogy valamennyire az, van. Belefér nekem egy ilyen kőpapírolót teljesen, de ez egy-egy gegnek nagyon jó, de egyébként fegyelmezetnek kell lenni. Aki háborgott ezen a kőpapírolózáson, azt mi arra büntetnénk a kurca, hogy leültetnénk, és egy napon keresztül 80-as években német meccseket kelljen nézni. Ott van fegyelmezve, nézzék, azt élvezzék. De hát azért sikeres a német foci, 80-as években is hát az volt. Hát most már annyira nem. Most ez már kicsit nem olyan, mint hogyha emlékszel, indul a Bakterház című remek műre? Tehát ott úgy, kine úgy, hát azért emlékszünk rá, mert ott úgy kasztingolták a gyerekszereplőt, hogy segbe kellett rúgni a rendezőt, és akkor amely volt egy gyerek, aki segbe mellett rúgni, és akkor ő lett a Bendegúz. Jó, de hát hogyha azt kikasztingolják úgy, hogy egy fegyelmezett gyereket találjunk, aki majd fegyelmezetten eljátsza, azt se tudnád már, hogy miről beszélünk, hát mert eltűnt volna. Csak nem úgy kasztingolják a magyar válogatottban játékosokat. Hát sajnos nem így kasztingolják, mert 100 éve így kasztingolták, és ontottuk a jobbnál jobb labdarúgókat. Mondod, hogy a Puskás egy segberúgással kezdte, Puskás, hát 11-est? Most ezt nem részletezem, hogy a Puskás miket művelt a pályán meg azon kívül. Hát ennél sokkal durvább dolgokat megcsinált. Jó, mondjuk a Szoboszlainak ez jó dumája volt, ugye, ami a meccs után mondta, hogy azt kértem mindenkitől, hogy felszabadultak legyenek, és hogyha valaki stresszes, akkor az adja oda a labdát nekem. Nyugodtan én szeretem elvinni az ilyesmit. 50 éve várunk egy ilyen játékos, aki elviszi már végre, és nem tovább passzolja a másik játékosnak, aki szintén tovább passzolja, csak nehogy nála legyen. Igen, tehát hogy van vér a pucájában. Játékos, így van. Akkor továbbra is mehet a kőpapírolló a meccsen? El is várjuk most már. Játék közben is csinálják, minden, nem kell megvárni. Ami a csövön kifér, srácok, mehet a kőpapírolló. Legközelebb kivel játszunk? Ti biztos jobban tudjátok, nem tudom. Legközelebb Montenegróban játszunk, Montenegróban. Na, akkor Montenegróban is mehet a kőpapírolló. Ez volt a Politikai Jobbista első fele, néhány perc szünet után folytatjuk Fónagy Jánossal, aki tökéletesen helyre tette a Budai Várban néhány nappal ezelőtt a Momentumosokat. Maradjanak velünk. Folytatódik a Politikai Hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és mai vendégünkkel nagy szeretettel köszöntjük Fónagy Jánost, államtitkár, miniszter, parlamenti képviselő, nagyon komoly politikai múlttal a háta mögött, de azt hiszem, hogy eljött az a pillanat, amikor egy ország hősévé vált egyetlen egy mondattal. Tehát az ember ugye évtizedeken keresztül épít valami fajta életművet, megismerik valamennyien, akik itt szorosabban követik a politikát, aztán egyszer csak sosem gondolná, és tak, így megtörténik. Gratulálunk, és nagy szeretettel köszöntünk még egyszer. Köszönöm szépen, szervusztok. Én azt merném állítani, hogy tényleg egy ország véleményét fogalmaztat, meg nagyon summásan, tökéletesen, és hogyha bárki ne értené, hogy miről beszélek, akkor nézzük meg. A maga az, hogy de régen láttalak. Jó, régen, hogy vagy, hogy de szorgalmas vagy. Megyek ki a tükör helyére, a tükörben nézni, a helyet, lehet. A helyet, hogy kapál. Ezt mindig láthatom. A helyet, hogy kapál. Miért tetszik már, ne káromkodjon el. Ezt megyek ki a tükör helyére. Hát gratulálunk mindenképpen, és tegyük félre egy picit a tréfát, mert nyilván most hirtelen a reflektorfénybe kerültél ezzel, de azért, és legyünk komolyak, egy nagyon komoly politikai múlt van mögötted, ami nem csak személyes, hogy mondjam, életút szempontjából érdekes,
de te végigélted a rendszerváltozástól napjainkig, nem vagy egyedül nyilván ezzel, de benne is maradtál a politikában, szemben mondjuk a generációd számos tagjával, olyanokkal is, akiket én nagyon közelről ismerek. Te hogyan tudtál, vagy hogyan akartál ennyire benne maradni a sűrűjében? Nem akartam, rólam azt kell tudni, hogy én egy pesti születési, pesti gyerekkorral, pesti középiskolával egyetem után, én közel 40 évig Ózdon éltem, akkor is már jó választásaim voltak, és ebből a ózdi 40 évből 15-öt Gömör, Magyarországon maradt 21 gömöri községben dolgoztam, én TSZ-be, szermelősövetkezetbe szolgáltam, utána pedig a kohászatnál voltam, tehát mind a pesti létemre, mind a mezőgazdaságot, azon belül a nagyüzemi mezőgazdaságot, mind az északi kohóknak a munkáját, hőskorát, és hát az utolsó évtizedben a vergődését végigcsináltam. Nekem akkor egy kis cégem volt Ózdon, ami ilyen, ma már tudjuk, hogy mit csináltunk, ilyen térségfejlesztéssel, szerkezetfejlesztéssel. Ózdon elég nagy volt a, hogy mondják ezt szépen, identitászavar, és mi hát ott próbáltunk Hályok Kovács módjára valamit csinálni, és akkor jött a Orbán Viktor ezekhez a srácokhoz, és akkor kérdezte ott a kis létszeres irodámba, hogy mi ott mit csinálunk. És akkor én mondtam, hogy kohászat, meg bányászok, meg cigányok, meg munkanélküliség, meg kilátástalanság, meg sajóvölgy, meg víz, meg minden. És ahogy az ember is szokott erről beszélni, végighallgatott, és mondta, hogy ha nem vagyok rest, akkor egy oldalt ezekről, hogyha én írnék neki. És akkor én elkezdtem ezeket az egy oldalakat írni, neki tulajdonképpen azóta is ezeket az egy oldalakat írom, és 93-ban én már jelölt voltam, 94-ben én már indultam, de nem akkor, ugye 94-ben. Akkor erről az oldalról nem sokan kerültek be a parlamentbe. Nem, viszont akkor a megyei, ugye Borsod-Abói Zemplén az egy erősen szocialista megye volt, és én lettem a gazdaságért felelős fideszes alelnök. Ott a 50-valahány fős parlamentben, nem tudom, volt 6 vagy 7 fideszes ember, meg kisgazdák, meg... És hát innen indult a dolog, és akkor Csikán Attila, hogy mikor járok Pestre. Hát professzor úr, amikor mondott, hétfő, jó. Azt mondja, egyáltalán tudod, hogy miért kell neked Pestre jönni? Hát mondom, nem. Azt mondja, hát most jövök a Viktor, én vagyok a gazdasági miniszter, már mint a Csikán Attila, és azt mondta, hogy te vagy a politikai államtitkárom. Úgyhogy én így kerültem föl vissza Budapestre, és akkor 2 évig a gazdasági minisztériumban, utána ott volt a váltás, a Csikán-Matolcsi váltás, és akkor bekerültem a kancelláriára, és akkor a Strumpf Istvánnak lettem az egyik államtitkára, akkor, aki még emlékszik rá, négy referatúra volt, és ott a gazdasági referatúrát vezettem. 2002-ben történt, ami történt, és akkor ott voltam egy gyenge évig, 10 vagy 11 hónapot, és aki még, hát kedves nézők, gondolom nem emlékeznek már rá, volt egy szerencsétlen autóbaleset, egy közúti baleset, ahol Nógrádi, ahol a Balaton mellett, igen, volt egy szerencsétlen baleset, és akkor egy szombat délelőtt behívott a miniszterelnök, hogy tudom-e, hogy hol van a Dob utca, mondtam, hogy tudom, hogy a hétfőn ott kezdezte, vagy a... Már miniszter. Vagyok a miniszter, és akkor én 2 évig ott voltam. Nagyon, mind a mai napig hatóan, az egy nagyon, az életemnek egy nagy fordulója volt, mert részben nagyon szívemhez közel álló emberek közé kerültem. Tudni kell, hogy akkor az egy KDNP-s minisztérium volt, rólam meg aztán viszonylag köztudott, hogy zsidó vagyok, úgyhogy megkerültem oda, de olyan ember... De hitvitákat nem kellett folytatni az épületemben. Nem kellett folytatni, de emberileg egy olyan környezetbe kerültem, amely Közép-Európában, Magyarországon, és hát ott a rendszerváltás előtt, alatt és után azért ritka volt. Tehát egy szakmailag nagyon a talpán álló, és emberileg megbízható. Nem azt mondom, hogy nem csörgött néha a tányér, persze csörgött, de mind a mai napig meglévő emberi, baráti, szakmai kapcsolatok alakultak ki.
nem tudom, a Soltész Miklós, aki most a egyházi miniszter, nekem a kabinet főnököm volt, és úgyhogy szóval ott... És vele sem kellett hitvitát folytatni. Nem. Igen, az zsidó egyébként, és akkor át is lehetem, mert hogy én egy idő után kérdeztem, hogy mégis mi a véleményem, mert hát én még soha nem voltam miniszter, és mondta, hogy nem, én nagyon mindenki megvan lent, ebédelek a többiekkel, meg megy a munka, meg minden, csak nagyon mocskos a pofám, úgyhogy ne zavarja őt, mert én indokolatlanul sokat, úgyhogy nem, ez nem egy új hibám, ez egy régi... Hogy mondjam, a krisztusi tanokkal való ilyenfajta szembemenést elnézzük neked, pusztán felekezeti alapon. De igaza volt, és bevallom, tényleg azóta igyekszem visszafogni magam. De most nem fogtad, és hála Istennek, hogy nem tetted, de még erre egy pillanatra visszatérnék majd, de mondtál valamit, és így hirtelen beugrott, hogy 98-at mondtad. Emlékszem, hogy 98-ban a választás éjszakáján a Somlóhegyről jöttünk fel egész család, és az a rádió már mondott ilyen előzetes, akkor még csak exit pollok talán, vagy még lehet, hogy még csak az se, csak közvéleménykutatás, de elég megbízhatónak tűntek, és apám boldogan felkért, hogy hát akkor ez kormányváltás, ugye akkor még őrült a Fidesz kormánynak. Te hogyan élted meg 98-ban ezt a tulajdonképpen, ha nem is teljesen váratlan, de azért kellemes meglepetést, hogy győztünk akkor. Alulról. Tehát Ózd azért, ugye Ózd a magyar társadalom szemébe, ugye a bajok, meg a leépülés, meg a pusztulás, meg egy jelkép lett az egésznek. Ózd a Rimamurán Salgótarjáni vasműveknek volt az egyik alapgyára, és 1823-tól dolgozott, és én abban azok között a 5 vagy 6 ember között voltam, akinek ki kellett állni egy éjszakás, meg egy nappali műszak elé, az egy olyan 8-9 ezer ember volt a Méhkemence csarnokba, hogy emberek hétfőn leáll a kohó. Nem, kiröhögtek minket, hogy ne beszéljük meg hülyeségeket, tehát 180 éve megy, 2 világháború alatt ment, minden, ahol tudni kell, a kohó egyszer leáll, az akkor annak vége, akkor azt robbantani és újra kell építeni. Egyszerűen nem hitték el. És az, hogy egy pár hónap alatt hogyan épült le egy 180 év alatt felállt társadalmod, a Ózdi Kohátatusz 27 faluból, településről jártak be dolgozni az emberek. A gyárot minden volt. A gyáratta az iskolát, a kórházat, a sportegyesületet, meg a munkát. És meg ugye sok politikai rendszert. Sok politikai rendszert, a Rima jól tartotta az embereit, az a feleségem az Ózdi, feleségemnek a nagypapája az mozdonyvezető volt a gyárba, és egy olyan lakóteleppen laktak, egyébként nagyon a Velencében, nagyon hasonlít a Vekerle telepre, ugyanúgy egy Kós Károly tervezte lakótelep volt. Abban a házban ma 4 család lakik, amit akkor ott egy mozdonyvezető családja foglalt el. Tehát ma jól tartotta, vagy a múlt század 30-as éveinek a nagy világválságában, akkor megkérdezték az embereket, hogy 4 napos műszak vagy elbocsájtás, mondták, hogy 4 napos műszak, és Ózdon voltak úgynevezett provizerált boltok, tehát a Rimának voltak üzletei, és azt mondták, hogy a dolgozóiknak a legfontosabb alapélelmiszerek, zsírt, olajat, kenyeret, vagy... Csirkefarhátot. Az kohászhoz, meg a bányászhoz, nem annyira az abból ott enni kellett, nem volt mese, de felírásra kapták, mondván, hogyha majd újra megy az üzem, majd levonják a bérükből. Tehát a Rima akkori vezető és tulajdonosai bíztak abba, hogy lesz még jó világ, az emberek meg bíztak a kenyér. Még a háború alatt is, ehhez képest. Előtt is, ez ugye a 35-36-os válság volt. Ezekben a nagy üzemek, ezek félkatonai szervezetek voltak, nagyon erős hierarchiával, egy nagyon erős alá-fölé rendeltségi rendszerrel, ott egy főművezető az élet és halál ura volt, és hát felette vitték a 100 tonna izó acélt, ott nem lehetett össze-vissza mutogatni, mert belehaltak. Szóval egy nagyon kialakult, nagyon fegyelmezett, nagyon jól működő valami volt, és ott mondom, ott oda jutottunk, mert az volt ugye a kérdés, hogy éltem meg a rendszerváltás alulról,
mi csak azt láttuk, ott ültünk a lőporos hordó tetején, hogy akkor mi lesz Ózdal, mi lesz Diósgyőrrel, ugye mi az északi kohók voltunk, tudni kell, hogy ezek régen, a Rimadnak egy nagy része angol volt, azért is nem bombázták a második világháborúba. Ugye Dunaújváros az szovjet-orosz gépbázison állt, az orosz alapanyagra volt, a Óznak, és Diósgyőr mindig állami volt, Óz mindig magán, maszek. Csak a 98-ban állt, akkor már nem működött. Akkor rogyadozott, ott 15,500 ember dolgozott, tehát a melegüzemi részek hozott féltermékből, hozott bugából még hengereltek, van, ami mind a mai napig a Rud és Rothenger mű német kézbe ma is működik. De ott tudni kell, hogy nem az olyan volt, mint a Váci út, hogy az egyik gyár bezár, akkor átmegy a túloldalra. Ott 60 kilométeres körzetben fixum fertig nem volt semmi más. Tehát ott az egyénnek az identitászavar az tömegméretűvé vált, és egy 45,000-es város vált gyakorlatilag. Esett hanyat. Tehát én ott éltünk, és ott próbáltunk milyen Hályok Kovács módjára ott valamit csinálni, és engem akkor az foglalkoztatott. Tehát mi akkori eredményünkbe én csak azt láttam, hogy akkor itt megnyílik valami lehetősége. Ezek az emberek eddig is érdeklődtek ez iránt, nem az lesz folyton a rendszerváltókat, de ma is folyton közszerepel az akkori ipari miniszter, és megkérdeztem, hogy jött Ózra, hogy mégis mit csináljunk, és akkor mondta, hogy költözzenek el. A volt ipari miniszter és jegybank elnök, ugye? Igen. Egyről beszélünk. Igen, mondtad még egyet, ugye itt azért mondtam, hogy még a zsidó kérdése visszatérnék. Te ezt hogyan tekintettél erre a rendszerváltás óta folyamatosan erre az egészen elképesztő és abszurd baloldali vádakra, meg nemzetközi oldal, és hogy Magyarország egy antiszemita ország, az Antal kormányra, az Orbán kormányokra. Most ugye az, hogy én szerintem az elmúlt években láthatóan ezt lejjebb tekerték, mert már annyira röhelyes lenne, hogy miután ugye Izraellel egy nagyon-nagyon jó viszonyt ápolunk, és állandóan... De Netanyahu is antiszemita. Netanyahu is antiszemita egyébként a nemzetközi baloldal szerint, de hogy azért ezt nem érezted úgy, hogy próbáltad te elmondani, hogy hülyék vagytok? Hát nézzétek meg, vagy reménytelen volt teljesen. Hát annál többet elmondani, tehát mikor a miniszterelnök 2005-ben először járt Izraelbe, nem tudom én, Martonyi, Balogh Zoli, akkor épp ellenzékben. Akkor még ellenzékből voltunk, de akkor a Netanyahu is egy bukott miniszterelnök volt, és az gyakorlatilag ez egy kétnapos vagy egy napos programnak indult, és egy azóta akkor is már idős izraeli, aki a Dunaplázát, aki építette, onnan volt ismerős. Én onnan ismertem, mert az volt a bajuk, hogy csak egy zebra vitt át a Váci úton, és valakit kerestek, aki elintézte, hogy a Dunapláza másik végén is legyen egy zebra, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy nemzetközi kapcsolatok miből jönnek. És akkor együtt adott egy vacsorát, és akkor ott találkozott az Orbán Viktor a Netanyahuval, és akkor éjjel 3-ig beszélgettek, és akkor a Martonyi mondta, hogy reggel kelni kell, és mindjárt reggel van, de akkor még reggelizzenek együtt. Úgyhogy két egyébként nagyon hasonló karakterű, nagyon nemzetileg elkötelezett két erős ember, és nem át. Az, hogy az ember, hát nagy képűség olyat mondani, hogy hidat, mert az nem, de valami átjárást biztosítani. Hát persze az ember az elmúlt 30 évben, hát kaptam a fejemre, hol azért, mert ugye részben a Pozsonyi úton az adom, hogy Jánoskám mit kereselte ezek között. A másik oldalról meg úgy van, persze, hát neki nem, ő nem, de hát azért mégis. Ugye ennek az országnak, akárhogy is van, rossz a lelkiismerete. De van lelkiismerete, tehát itt van a különbség, és számos más európai országnak, akinek hasonló tragikus történelme van, azt kell mondanom, hogy nincs lelkiismerete, szó nélkül hazudik egyet, és nem csinál semmit. Meg kell nézni,
hogy a Izraelbe bevándorlók azok zömmel honnan mennek. Ma Nyugat-Európában, az elmúlt években zömmel Nyugat-Európából mennek Izraelbe, azelőtt persze az orosz bevándorlás volt a jelentős. A magyar aliázás, tehát a magyar hazatérés az minimális, és azt kell mondanom, hogy nekem több ismerősöm, aki évekkel ezelőtt kiment, az 2-3-4 év múlva jön vissza. És azt mondja, hogy tök jó. És azt mondja, hogy ez a legjobb. Minusz Steiner Kristóf és Dániel Péter. Még egy az utolsó percekhez egészen aktuális eseményekre reflektáljunk, egyrészt a te híressé vált performanszodra. Gondolom, vagy biztos vagyok benne, hogy ugyanazt gondoljuk, hogy ugye jönnek ezek a momentumosok, ilyen 30-as éveikben járó rózsadombi gazdag gyerekek, és eljátszák most a hőst. Azon kívül, hogy ez nevetséges, van erre mit bármit, érdemes még ezzel bármit foglalkozni? Az, hogy még kordont bontani sem tudnak rendesen, én bontottam kordont, nagy kordont Kossuth téren, nem tizenvalahányan voltunk, hanem 200-an, nem rombaltunk, hanem 14-17-es kulcssal szétszereltük, szépen gulágba raktuk, az anyacsavarokat dobozba, tehát rend volt. Kordont bontani is lehet, rendbe üvölt, és legjobb emlékezetem szerint ott senki nem üvöltözött, ott 200 ember viszonylag csendbe dolgozott. Tehát, bocsánat, ez a 200 ember, ez a Momentum teljes országos lefedettség. Ennyi ember nem tudnak megmozgatni. Illetve még annyi, hogy a Kormányinfón megkérdezték, hogy Gulyás Gergely, miből volt a kerít, milyen anyagból készült a kordon, és azt hiszem, ha jól emlékszem, ő azt válaszolta, nyugalom olyanból, amit a Momentumosok is felbírnak emelni. Igen, de szóval na nem, és nem, a, nem mert egy demokratikus társadalomban mindenki, hogy mondjam, olyan templomba jár, amibe akar, olyan eszmébe hisz, amibe akar, és nyilvánvaló, hogy a demokráciában bizonyos megmozdulások, akciók is beleférnek, ezt annak idején ezt szerettük volna is, így csinálnak, úgyhogy ezzel az égvilágon semmi baj nincs, de azzal számoljanak, és talán, ha már itt szabad elmúlt néhány nap eseményére utalni, hogy bent a parlamentben tisztelt frakció úr a megszólítás, mert nem neki tartozom tisztelettel, hanem az ország házának és a parlamenti konvencióknak. Ez a rend. De aki kimegy utcai harcosnak, aki kimegy az utcára, hát az számoljon az vele, ne rinyáljon már, hogy visszaszól. Hogy visszaszólnak. Igen, ez egyébként ez az álszentség is, hogy nem. És még egy aktualitás, mert hogy most egyenesen a parlamentből jöttél, ahol szavazás volt arról, hogy ugye egy békepárti nyilatkozatot fogadott el az országgyűlés, 130 igen szavazattal, gyanítom, hogy a nem szavazatok azok mind az ellenzék pacsoraiból érkeztek. Nem fog ez rájuk égni, hogy ők háborúpártiak? Nem, mintha most sajnálnánk őket emiatt, mert maguknak csinálják. Vagy meglepődtünk volna. Nem lepett meg, és félreértés ne essék, ugye a kor, legyen az élemedet valaki vagy fiatal, az nem érdem és nem kárhozat, ez egy állapot. Nekem a szerencsém, vagy a, hát tulajdonképpen ma 81 évesen azt kell mondanom, hogy a szerencsém, hogy én végig éltem, akár tudattalanul is, nekem az életem első 4-5 évéről semmi emlékképem nincs, de tudom, hogy mi történt, és annak én valahogy biztosan részese voltam, mert hiszen itt vagyok. De 56-ban én már középiskolás voltam. Marha nagyot tudnak szólni a tank ágyuk a 8 emeletes házak között. Nagyon rosszul néznek ki, akár az abban oda küldött katonák összeégve, akár azok a civilek, akit előtte a tank letaposott. Hála az Isten az én lányomnak, meg az unokáimnak, meg a most ilyen-olyan pártokat alapító fiataloknak nincs ilyen élménye. Hála az Istennek nincs. És ne is akarjanak. Ne is akarjanak ilyet, és ne játszadozzanak ezzel. Szóval ez nem napi politikai jópofaság, hogy én mit csinálok, és nagyon közel van, nagyon közel van, nagyon közel van. Nekem a feleségem sajnos beteg, és évek óta egy kárpátaljai asszony lakik nálunk, aki nekem segít, vagy hát egyáltalán a napi életemet lehetővé teszi. Én minden este a helyszíni közvetítést kapom az ő családi telefonjaiból Kárpátaljáról.
Igaz, hogy oda még nem ment rakéta, igaz, hogy nincs, de az utcán már fogják össze az embereket, és viszik ki a frontra. Közel van, nagyon közel van. És ezzel... És nem jönnek vissza a frontról. És nem jönnek vissza, vagy hát hozzák őket. Hát nagyon köszönjük Fónagy Jánosnak a történelmi áttekintést, a várban nyújtott teljesítmény pedig végképp nagyon, nagyon a helyén volt minden mondat. Ez volt a Politikai Hobbista, köszönjük a nézőknek a figyelmet, egy hét múlva.